Kulcsár Dani szépen lassan lépeget a társadalmi ranglétrán. Ugyanis navigált, szervizelt, spotterezett, vezet. Sőt, nem is rosszul, hiszen voltak jó pozíciói. Na, akkor ki akarod túrni kis Tokit a Skodából? Lehet. Nem mondjuk esélyt. Nem akarom. Nem vagyok én olyan. Milyen az Astra feeling? Nagyon jó. Nagyon élvezem, én végig mosolygok, örülök, hogy mehetek, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy élvezem, messze vannak a többiek még, de hát ez az első versenyen még nagyon sokat kell tanulni, hiába ugye a több évi navigátori, hát mondjuk azt a tapasztalat, meg előtte egy kis versenyzés, de hát ez teljesen más. Az Astra kupában menni eleve nagyon nehéz, ugye a egyforma autók között. Igen. És ezzel tulajdonképpen rosszul kell menni ahhoz, hogy jól tudjál. Igen. Meglendületből nem szabad megfékezni, tehát el kell vállalni mindent, ami nekem még nem nagyon megy a fiatalok ellen, ők mindent elvállalnak, de hát nem baj, én örülök, mosolygom. Észrevettél a felkészítésében, a szerelésében, és mert nagyon fontos, hogy gondolom, ez is kaszra lett szedve, és utána lett összerakosgatva. Tehát, hát, hogy azért egy teljesen más autó, mert ugye ezek futnak 30 éve kvázi a hazai bajnok, ugye a gyorsági bajnokságban kezdték el a pályafutásokat 90-es évek elején, nagyságrendileg, és még mindig mennek, tehát hogy hihetetlen, hogy mire képes egy ilyen F-faszra, de innentől kezdve tényleg nagyon nagy élményt tud adni egyébként a kupás versenyzés, és ez érthető egyébként Suzuki-ra, érthető mindenre, juniorra. Viszonylag egyforma. Igen, és itt jön ki az, hogy ki mennyire tudja beállni, és nagyon fontosak a beállítások, hiszen hát azon tudsz tekergetni. Azt még azért, hát túl sokat nem, mert ebbe azért szinte minden gyári majdnem, de egy picit lehet. Hát széttartás, hát összetartás, tőlés, stb. Oké, és gumminyomás. Gumminyomás, így van. Hát ezt még nagyon tanulgatni kell, de rajta vagyunk, és próbálunk fejlődni. Egész évben ez lesz? Egész évben ez lesz, igen. Veszélyben Tuki Skodája.